Antropológus szeretett volna lenni, végül közgazdászként végzett, majd 2017-től a bútorfestést tölti ki, majdnem minden idejét. Hutkai Témé a ma már szívesen fest tükörrámát, ládát, apró dobozokat. Egy fontos a népi jelleg, a népi motivumok beemelése a hétköznapokba. Én 2017 óta foglalkozom a bútorfestéssel, eredeti szakmám közgazdász. 18 évesen én antropológus szerettem volna lenni, tehát néprajzkutató és régész. Voltam is a Miskolci Egyetemen egy ilyen előkészítő táborban, viszont amikor a jelentkezés labot be kellett adni, édesanyám azt mondta, hogy hát mégiscsak a közgázt írjuk belsőnek, úgyhogy Szerencsémre vagy szerencsétlenségemre ö, oda nyertem felvételt. 16 évig ö, ebben a szakmában dolgoztam. 16-ban pedig felmondtam a munkahelyemet, de nem emiatt, hanem már elég volt ebből és azt kell tudni, hogy nekünk van a Tisza partján egy kempingünk. És akkor a férjem kitalálta, hogy valamit kreáljak oda, ilyen kézműves dolgot a szobában, mert hogy nagyon üresek voltak a falak. És mindenféle dologgal foglalkoztam, kavicsokat ragazgattam, de mindig lepergettek. És akkor egyszer egy ilyen gyalult fára szabad kézzel megfestettem egyszer ilyen mennyit, vagy húsz ilyen tulipánokat, rózsákat, és hogy maga a bútorfestés honnan jött, nem tudom, tehát lehet, hogy egy barátnőm bíztatására, meg az is, azt is kell tudni, hogy már mindig kiskorom óta mondta nekem, hogy volt egy tulipános ládája, hogy ha ő meghal, akkor én ezt fogom örökölni, És szerintem ez, hogy tehát maga a néprajz iránti, meg a népművészet iránti érdeklődésem, vonzalmam, ez mindig is benne volt. 17-ben, akit a mesteremnek is tartok, sikerült Bakony nánára, a Ceglédini Budai Katal Katalinnál egy ilyen négy napos tanfolyamon részt vennem, és ott megtanultam magának a bútorfestésnek az alapjait, tehát hogy mivel alapozunk, hogy visszük fel a ládára a mintát, mivel kezeljük a legvégén. Maga mint a mintarajzulás, nyilván arra azt mondanám, hogy ahhoz női kész kell, de amit említettel, hogy a festés, a fa előkészítés, erre azért sokan azt gondolnák, hogy az inkább férfi munka lenne, mindent te magad csinálsz? Igen. Tehát ö, nagy szerencsém van, mert nekem két öcsém van. Az egyik öcsém, a nagyobbik öcsém, a Roland Dő Asztalos, pedig Komács, tehát ők fiatalkoruk óta ezt a szakmát ö, ö, mívelik, és... Ö, tehát a tesóm elkészíti, a Roland elkészíti magát a ládát, és onnantól kezdve már az én dolgom a virágoztatás. Viszont eh, ahhoz, hogy ez fel legyen virágoztatva, ezt alapozni kell. Tehát kétszer lekenem a ládát, közben csiszolok, utána, amikor megvan maga az alapozás, utána megtervezem a mintát, hogy eh, mégis az arányosan elhelyezkedjen a ládán, utána maga a megfestése következik, és a legvégén pedig a... a magának az utókezelés. Vagy lakkozom, vagy lenolajjal kezelem. Kétfajta módszerel is festek. Van a hagyományos bútorfestést, ezt régen porfestékkel festettek, földfestéknek is mondják. Volt szerencsém Erdélybe is tanulni mesterektől, tehát népművészektől. Ott tehát magát ezt a porfestékkel való festést is elsajátítottam. Ez a láda is azzal készült, tehát hagyományos módon és uh, valamit van a másik, a modern nem változat, az akria festék. Hát ezeket boltban készen meg lehet vásárolni, és uh, ezt a legvégén pedig lakkozom. Gyerekbarát lakkal lakkozom, tehát gyerekjátékokat is lehet uh, készíteni. Azt látom, hogy nem csak ládákat készítesz. Uh, nem csak ládákat, leginkább uh, ajándéktárgyakat, amit uh, tehát apróságokat, amikor egy-egy látogató vendég eljön hozzám, és akkor szeretne valami szuvenértint tőlem vásárolni, akkor leginkább ajándéktágyakat. Viszont a ládákon kívül még padládát is festek, saroktékát, kontyosszéket, széket, hegedű széket, akkor tükörrámákat. Tavaly évtől elkezdtem zsűriztetni is a termékeimet hál' Istennek, amit idáig elvittem, azt mind lezsűrizték, és akkor hát itt különböző kategóriák is vannak. Például a Nagy Karota Szegin Ádám az tavaly megkapta a hagyományos mesterremek termék dia, tehát Páva is, valamint hagyományos műves termék kategóriába is, vagy kategóriát is kaptam rá, Téme a szerencsésnek tartja magát, mert, mint elmondta, azzal foglalkozhat, ami igazán érdekli. Az általa készített munkák tekinthetőek meg a tárlat keretében, amelyet színesítenek szakadi kincső, népi kézműves, nemeszkészítő munkái is. Az ő célja elsősorban az volt, hogy a hagyományos anyagot új formába öntse, új színekkel fűszerezze és megmutassa, hogy a népi örökség az új korban is lehet hasznos. Nekem édesanyám amúgy bőrdíszműves, tehát hogy már kiskoromban is azért meg volt ez a kis kézműveskedés, és általános iskolába is jártam rajszakkörre, ahol főleg kézműveskedtünk, vagy középiskolába is művészetibe mentem textilszakra, ahol az egyik rajztanárom az uh, Makoldi Sándor volt, és akkor ő javasolta nekem a Nádudvari Népi a szakiskolát és kollégiumot, ahol uh, népi játszóházazatést tanultam, illetve közben elvégeztem a készítést is. Mi az, ami megfogott magában a nemezben, hiszen nyilván ezért nagyon sok szép alapanyag van. Miért pont ezt választottad? igazából anyukám révén beleláttam a bőrözésbe, ahol nagyon-nagyon precíznek kell lenni, és a milliméterek is számítanak, ki, hogyha kicsit ferdén szapjuk ki, akkor a tető már így, tehát a táskának a fedele így arra megy, viszont a ezzel is hagy egy ilyen játékot, hogy persze nyilván precíznek kell lenni, illetve a gyapjú is 30%-ot minimum összemegy, nyilván ez gyapjú fajtától és minőségtől és rétegektől függően, de azért mégiscsak megvan az a szabadsága az embernek, hogy annyira azért nem kell pontosnak lenni és, Igazából én mindig azt szoktam mondani, hogyha a szakköröseimnek is, hogyha valamit elrontunk, akkor igazából azt nem elrontjuk, mert még utólag is lehet még vele dolgozni, mint mondjuk a fazekasoknál, nem, mert ugye ezt megkorongozok úgy, ahogy utána hát ezt vissza lehet gyúrni, hogyha éppen az nem úgy sikerül, de a készítés nem mindig van az, hogy feldobom, vagy, vagy, vagy egy kis hímzéssel, vagy gyöngyel, vagy, vagy, vagy újra gondolom az egész tárgyat. Tehát hogy igazából ez a szabadság, ami megvan, hogy sosem készen. A szín és a forma, illetve, hogy mit készítesz, az is szabadságkérdése? Ez szabadságkérdése, aktuális hangulatunknak a kérdése, illetve az, az, hogy pontosan most mire készítem azt az adott tárgyat, illetve hogyha megrendelés, akkor hogy... Ö, mi az a keret, amiben nekem úgymond táncolnom kell, vagy ez a szabadság, ami ö, adva van, hogy most akkor a méret, a szín, a forma, a minta, ami rákerül, de azért mégis, ö, tehát hogy ö, szokták mondani, hogy hát azért ezek elégébe vannak határól, mondom, igen, mondok, ez ugyanolyan, mint egy ö, mint egy helyiség, aminek vannak a fix adottságai, és mi kell megrendezzük, hogy az, hogy az, az, adott szoba az éppen hogy van berendezve, és a, és a végén majd hogy fog kinézni. Tehát az ékszertől elkezdve a táskákon, a ruhákon, a szőnyegeken, a kalapokon, a játékokon keresztül minden. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a nemes készítés az, meg a gyapjú, az, amiből mindent is lehet készíteni. Értékelik egyébként az emberek azt, hogy te egy ilyen anyaggal dolgozol, hiszen egyre inkább azt látjuk, hogy nagyon sokan visszafordulnak a természetes anyagokból készült tárgyakhoz, vagy adott esetben ruhákhoz. Én is azt vettem észre mostanság, hogy egyre inkább nagyobb kereslet van rá, hogy minél természetesebb legyen, de azért a modern igényeknek is megfeleljen teljes mértékben, akár színben, akár formában, de mégis azért jelképesen rajta legyen az a hagyományos motivumok, vagy formák, vagy, vagy bármiben szabásában, vagy bármiben visszatekinthető legyen. Az új tárlattal várja majd legelőször az érdeklődőket a Tokai Múzeum, amint látogatókat fogadhat.